Egy nyáron házasulandó fiatal fehérvári pár és egy 40 éve elszakíthatatlan házaspár is bemutatkozik új magazinunkban, a Fehérvár Televízióban. A Mennyasszony barátnője című műsort azzal a céllal indítottuk útjára, hogy ötleteket, hasznos információkat adjon a jegyes pároknak a nagy napra való készülődés alatt. Álmaiban sem gondoltam, hogy egyszer esküvőkön fogok dolgozni. Az új magazin a Fehérvár Televízió és Kovács Kata ceremónia mester közös ötlete alapján valósult meg, és 3 hónapon keresztül minden hét kedjén újabb és újabb inspirációkat ad az érdeklődőknek. Bízom benne, hogy ez a magazin műsor, ami a Fehérvár TV jóvoltából létrejöhetett, aminek nagyon örülök és hálás vagyok érte. Tényleg egy barát költözik be ezáltal a televízióba, vagy a YouTube csatornára, és olyan hasznos tippeket kapnak az ifjú párok, székesfehérvári házasulandók. Ugye fontos kiemelni, hogy itt ebben a műsorban helyi szolgáltatókat mutatunk be, esküvőhelyszínt, a hímerházat, tehát főleg a székesfehérvári vagy a környéki házasulandókat tudjuk segíteni az esküvőjükhöz vezető úton. Megcsodáljuk a tökéletes mennyasszonyi ruhákat, a modern esküvői sminket, hajtippeket kaphatnak az arák, a vőlegényeknek pedig mutatunk korszerű öltönyszetteket, és elkalauzoljuk a nézőket a fehérváriak egyik kedvenc éttermébe. De műsorunkban helyet kap egy kiváló fotós, videós házaspár, DJ, dekoratőr, kreatív vezető is, és az országosan is kuriózumnak számító hímerházba is ellátogatunk. Megmutatjuk, hogyan lesznek hitelesek az igenek, mitől különleges az egyházi esküvő, és persze a lagzis édességeket sem hagyjuk ki a sorból. A látvány színvonaláról Seyfert Rihárd operatőr vágó gondoskodott. A képi világ az nagyon fontos volt, úgyhogy én bevallom őszintén, hogy én nagyon sok videót megnéztem előtte a neten, hogy mik azok, amik a trendek, amikor ezeket a videókat vagdossák, milyen képi világ, hogy néz neki. És én úgy gondoltam, hogy ezeket jó lenne átültetni egy magazin műsorba is. És a saját ötleteimmel kiegészítve igazából erre kellett odafigyelnem, hogy ezeket meg tudjam valósítani, tehát hogy ne 1986-os videófelvételeket nézzünk, hanem igenis 2024-es képek legyenek. És hát ugye ez nyilván az utómunkában is azért van egy kis feladat, de szerintem tök jól össze lehet komponálni, és egy, ha nem is egyedi képi világa lesz a műsornak, de nem olyan, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt mondjuk, hogyha készítettük volna. A tematikus műsor 12 hétre költözik be a jegyes párok nappaliába. Február 27-én kedden lesz megtekinthető az első adásunk majd a Fehérvár Televízióban, és ugye több felületen jelen leszünk majd, mint az fmc.hu, a Fehérvár Heti Lap vagy a televízió YouTube csatornája, és ez egy 12 részből álló magazin műsor lesz tulajdonképpen, és végig kalauzoljuk a nézőket, hát tulajdonképpen a nagy napig, és hát remélem, hogy nagyon sok ifjú párnak nyújtunk majd olyan segítséget, mankót, amivel aztán hozzáadhatunk ahhoz, hogy gördülékenyebb vagy stresszmentesebb legyen a nagy napjuk. A magazin műsort minden kedden 18 óra 45 perctől láthatják a televízióban, de nem csak itt, hanem a TV Facebook oldalán, YouTube csatornáján, az fmc.hu oldalon és a Fehérvár Heti Lapban is hétről hétre nyomon követhetik azt nézőink és olvasóink.